szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a képviselőket, alpolgármester urat, jegyzőasszonyt. Külön tisztelettel köszöntöm Major Miklós járási hivatal vezető urat és a két vendéget, Gallai Katalin meghívottat és az érdeklődőt is. A határozat képességet megállapítom úgy, hogy Szendrei Bence, illetve Losonci Csongor, Szendrei Bence pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke jelezte, hogy betegség miatt nem tud jelen lenni az ülésen, illetve Losonci Csongor is ugyanezt jelezte. Kazány Tibor szintén beteg, de ő a későbbi folyamán megérkezik. A határozat képességet megállapítom, 4 fő legalább jelen van. A lejárt határidei határozatokról szóló tájékoztatás kiküldésre került. Kérdezem, hogy az egyebekben ki kíván hozzászólni. A napirendet pénteki napon kiküldtük, és e napirend, tehát a kiküldött napirendre teszek javaslatot elfogadni. Kérem, indíthatjuk a szavazást. Négy igennel a napirend elfogadásra került. Elsőként tárgyaljuk Herceghalom község önkormányzata képviselőtestületének a közművelődésről szóló 3/2007-es 2.2.10-es önkormányzati rendeletének módosítása. Röviden kérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot, illetve az előterjesztést. Köszönöm szépen. Több jogszabályi módosítás következett be, illetve változott a rendeletben foglalt bizottság, a Humán és Környezetvédelmi Bizottságnak is az elnevezése, továbbá a belső ellenőr, amikor vizsgálta a civil szervezeteknek a támogatását, akkor észrevételezte, hogy néhány helyen, és elsősorban majd a rendelet alapján kötendő szerződésben módosításokat kell végrehajtani. Tulajdonképpen ezért készítettük elő a közművelődésről szóló rendeletnek a módosítását, amiben az előterjesztéshez képest egy módosító javaslat volt a bizottsági ülésen, hogy a kiemelt ünnepei eseményei közé az önkormányzatnak tényleg kimaradt az október 23-a is kerüljön bele. Ez ma már bedolgozásra került a tervezetbe. Köszönöm szépen. Tehát a kérés átvezetésre került. Ez egy rendeletalkotási javaslat, minősített többséget igénylő döntés. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat közművelődéséről szóló 3/2007 2.10-es önkormányzati rendeletének módosításáról a melléklettel megegyezően dönt. Indítható a szavazás. Négy igennel. A rendelet alkotási javaslat elfogadásra került. Következő napirendi pontunk Herceghalom község helyi építési szabályzatának módosítása a 321/430-as helyrajzi számú ingatlan hátsó telek részének ördöglovas lejtő felőli feltárásához, valamint a volt Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ 267/2-es helyrajzi számú területének északkeleti terület részére és a 268-as helyrajzi számú területre című tervek jóváhagyásához. Gyakorlatilag ezt már a testület ismeri mind a két ügyet. A módosításoknak köszönhetően, az ördöglovas lejtő felőli feltárásnak köszönhetően nem 4 vagy több, hanem csak 2 lakás fog megvalósulni a területen, illetve a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központ a módosítással érintett területen kérte a változtatást úgy, hogy, és ez a tervezetben módosításra is kerülne a következőkben, olvasom,
A KO3 építési övezetben a HÉSZ egyes mellékletét képező szabályozási terven a telek be nem építhető részeként jelölt területen műtárgyak, közművezetékek és műtárgyaik napelem tartó szerkezetének építménye elhelyezhetőek, valamint parkoló kialakítható. Ez egyezik a korábbi képviselőtestületi állásponttal. Az előterjesztést a Pénzügyi és Települési Bizottság tagjai megtárgyalták, és a jelenlevő 5 tagja egyhangulag elfogadta. A hozzászólás nem lévén, szintén ez egy rendeletalkotási javaslat minősített többséget igényel. Az önkormányzat 2022-es helyi építési szabályozásáról szóló rendelete az alábbi módosításokkal a melléklettel megegyezzen változik. Ez a 18-as helyi építési szabályzat változna akkor a megismert módon a melléklettel megegyezően. Indítható a szavazás. Jó, ez így. Négy igennel. Szintén a rendelet alkotási javaslat elfogadásra került. Szintén egy minősített többséget igénylő döntés következik, melyet a PTB tagjai, a jelenlevő 5 tagja egyhangulag elfogadott. Ez pedig a lakórendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása céljából a HÉSZ építési szabályzatának, ugye a helyi építési szabályzatának a módosítása. Hozzászólás nem lévén annyit tennék még hozzá, hogy a partnerség és a lakossági egyeztetésre észrevétel sem postai, sem elektronikus úton nem érkezett, és ahogy az imént elmondtam, a PTB tagjai egyhangulag elfogadták a rendeletalkotási javaslatot. A módosítást a melléklettel megegyezően elfogadni, aki szeretné, az akkor az igen gombbal tudja megtenni, tehát indítható a szavazás. Négy igennel a rendelet alkotási javaslat elfogadásra került, a lakórendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának meghatározása céljából. Következő szintén rendeletalkotási javaslat minősített többséget igénylő döntést igényel. Döntés a Herceghalom 440/12 és a 440/13-as helyrajzi számú kialakítandó telkek önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában. A PTB-n megismertük az előterjesztés formájában a napirendet. Itt tulajdonképpen egy ingyenes átadás történik a szabályozás szerint. Bocsánat, itt ez egy határozat lesz, elnézést, tehát nem rendeletet, határozatot fogunk hozni. Hozzászólás nem lévén olvasom a határozati javaslatot. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom 440/7-es helyrajzi számú telek megosztása során kialakításra kerülő 440/12-es helyrajzi számú 166 négyzetméter és a 440/13-as helyrajzi számú 40 négyzetméter nagyságú területeket a Forca Hungária Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1063 Budapest Szív utca 33 képviselő Szabó Zoltán ügyvezető felajánlását elfogadva az önkormányzat részére ingyenesen tulajdonba veszi azzal, hogy a megosztással, tulajdonátruházással járó minden felmerülő költség a jelenlegi tulajdonost terheli.
Herceghalm község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a telekalakítási eljárásról és az ingatlanok ingyenes átadásáról szóló szerződés aláírására. Felelős a polgármester, határidő 2022. június 30, indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Az ötös napi rendi pont következik, határozati javaslat lesz ez is. Döntés a Herceghalomi Községfejlesztési Kft. Tulajdonában álló Herceghalom 442-es helyrajzi számú 5 hektáros 3589 négyzetméter nagyságú ingatlan fejlesztése tárgyában. A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az ott jelenlevő 5 tagja egyhangulag, olvasom is a határozati javaslatot, mert hozzászólás nincs, a 3 árajánlat, illetve 4 árajánlat érkezett, a 4 árajánlat közül a TP tervmérnöki iroda árajánlatát javasolja elfogadni, és akkor így szól a határozati javaslat. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy felkéri a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Herceghalomi Községfejlesztési Kft. Ügyvezetőjét, hogy a Kft. Tulajdonát képező Herceghalom 442-es helyrajzi számú 5 hektár 3598 négyzetméter nagyságú ingatlanra vonatkozó ingatlanra vonatkozó teljes körű engedélyezési és kiviteli tervek, ideértve a jogerős hatósági engedélyek leszállítását, mindezek árajánlat szerinti elkészítésével a TP terv mérnöki iroda Kft-t 1139 Budapest, Teve utca 9/C, második emelet 11, gazdasági társaságot bízza meg nettó 19 millió 800 ezer forint plusz áfa megbízási díjért. 12 millió. És mit mondtam? 19. Akkor olvasom még egyszer rendesen. A TP terv mérnöki iroda gazdasági társaságot bízza meg nettó 12 millió 800 ezer forint plusz áfa megbízási díjért. Közben gondolkoztam, hogy ez mennyi áfával bruttó. De annyi, akkor sem jön ki az az összeg. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testület az egyes pont szerinti megbízási díj fedezésére, ami Községfejlesztési Kft. Részére nettó 12 millió 800 ezer forint plusz áfa összegű tagi kölcsönt biztosít az önkormányzat 2022-es évi költségvetéséről szóló 4/2022-es önkormányzati rendelet tartalékkerete terhére. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2023. december 31. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagi kölcsönszerződést aláírja. Felelős az egyes pontban Nagy Richárd ügyvezető, a 2-3-as pontra pedig a polgármester. Határidő 2022. június 10, indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Herceghalom község önkormányzatának 100%-ban tulajdonát képező Herceghalomi Községfejlesztési Kft. 2021-es évi beszámolójának elfogadása. Ez szintén a PTB tárgyalta. A jelenlevő, az ott jelenlevők egyhangulag tovább tárgyalásra javasolták a határozati javaslatot. Hozzászólás nincs, olvasom a határozati javaslat szövegét, amit egyszerű többséggel tudunk elfogadni. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete a 100%-os tulajdonát képező Herceghalomi Községfejlesztési Kft. 2021-es év üzleti évről szóló beszámolóját tartalmazó mérlegét az alábbiak szerint fogadja el. Adózás, eredmény, nyereség, mínusz 1 millió 500 ezer forint, ezt mind olvasod.
Igen. Adófizetési kötelezettség 0, adózott eredmény nyereség szintén mínusz 1 millió 100 ezer forint, mérlegfőz összeg 455 millió 861 ezer forint. Felelős Nagy Rihárd ügyvezető, határidő azonnal. Indítható a szavazás. Igen, szavazat 4 volt, a határozati javaslat elfogadásra került. Döntés Herceghalom csapadék vízvédelmi infrastruktúra fejlesztése Herceghalmon című projektjének építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában. Mint ahogy ismeretes, a TOPLUSZ 1.21/21/PTI 2022-00078-as pályázaton az önkormányzat a csapadékvíz elvezetési munkálatokra 189 771 644 forint támogatást nyert. Mit is rejt ez a pályázat? Az Akácos út csapadékvíz elvezetése, Füzes utca melletti patak, illetve az Árvalányhaj utca, egy patak részbeni kotrása, majd az Árvalányhaj utca, Boróka utca, Ördöglovas lejtő, Pipacs utca, Lilium lejtő és a Vadvirág utca csapadékvizének elvezetését oldjuk meg majd ebből a támogatásból. A közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában mindösszesen 6 darab árajánlat érkezett, és a PTB, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 tagja egyhangulag a legolcsóbb árajánlatot tevő Kordikt fejlesztési tanácsadó Kft.-t javasolja, hogy őt bízza meg a testület a közbeszereztetési munka elvégzésére. Hozzászólás nincs, ezért a határozati javaslatot olvasom fel. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceghalom csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése Herceghalmon című projektjének építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Kordikt fejlesztési tanácsadó Kft.-t 1012 Budapest Attila út 79 első emelet 7 bízza meg 390 ezer forint plusz áfa, azaz 495 ezer 300 forint értékben. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az egyes pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet a pályázati támogatás terhére biztosítja. Szeretném jelezni, hogy már korábban megérkezett a pályázati támogatás a számlánkra. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős polgármester, határidő 2022. június 30. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. A 8-as napi rendi pont is valami hasonlóról szól. TOPLUSZ, hála Istennek, szintén egy nyertes pályázatot szeretnénk elkezdeni, illetve annak kapcsán egy projektet, a Csicsergő óvoda felújítás és bővítése tárgyában nyertünk a TOPLUSZ 3.3.1/21/PTI/2022/00064-es számú pályázaton, és itt is a herceghalmi Csicsergő óvoda felújítása és bővítése a projekt építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában kértünk be árajánlatot. Szintén 6 darab árajánlat érkezett. Elég nagy volt a szórás, 2.349.000 nettótól. Ugye a legolcsóbbat itt is a Kordikt fejlesztési tanácsadó Kft. Adta 390.000 forint plusz áfa, azaz 495.000 forintért szól az árajánlata.
hozzászólás nem névén a határozati javaslatot olvasom. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Csicsergő óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon című projektjének építéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Kordikt fejlesztési tanácsadó Kft. 1012 Budapest Attila út 79 első emeletét bízza meg 390 ezer forint plusz áfa, azaz 495.300 forint értékben. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestület az egyes pontban foglalt feladatok ellátására a fedezetet a pályázati támogatás terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására felelős. Csizmadia Zsuzsanna polgármester határidő 2022. június 30. Indítható a szavazás. Négy igennel. A határozati javaslat elfogadásra került. 9. napirendi pont fog következni. Döntés az általános iskolai és óvodai közétkeztetési szolgáltatás pályáztatásának lefolytatása tárgyában. Erről is a PTB-n aktív és lendületes vita alakult ki. Volt három árajánlat beérkezett. Az egyik árajánlat tevő jelezte, hogy nincs szükség közbeszereztetésre, viszont a bizottság javasolja, hogy a közbeszerzési eljárást folytassuk le e tárgyban is. Tekintettel arra, hogy az egyetlen olyan árajánlat, ami értelmezhető volt, illetve megfelelő áru volt, és a kérdésre az árajánlat tevő válaszolt is időközben, tehát igen, a szükséges ágazati szakértelem díját tartalmazza az árajánlati ár is, tehát dietetikust foglalkoztat ezért az árért. Ezért a határozati javaslatban a dr. Sándor ügyvédi iroda árajánlatát teszem fel elfogadásra. Megadom a szót jegyzőasszonynak. Igen, beküldte az árajánlatát ugye már a bizottsági ülés után, de én úgy gondolom, hogy azért ez elég támadható, hogy nyilvános ülésen tárgyaltuk, kiment az előterjesztés, hogy ki milyen árajánlatot adott, és akkor ő, aki eddig nem adott erre árajánlatot, most ad egy ajánlatot. Tehát igazán a bizottsági ülésig, illetve amíg kimentek az előterjesztések, két árajánlat érkezett. Az egyik a Sándor ügyvédi iroda, a másik ez a Equis Viris. Viszont ugye ott nem szerepelt az ágazati szakértelem díja, nem szerepelt az árban. Igen, tehát... Ez kérdés, hogy elfogadjuk-e a később érkezettet, az én biztos nem el fogok szavazni, tekintettel arra, hogy tudni való, hogy helyi, tehát ismerete lehet a csütörtöki pénzügyi bizottsági tárgyalásokról. Fölteszem szavazásra, és akkor ki mit dönt. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceghalomi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Herceghalomi Csicsergő Óvoda közétkeztetési szolgáltatásának lebonyolításával a dr. Sándor ügyvédi iroda 1052 Budapest Deák Ferenc utca 23 első emelet 1 egyet bízza meg 1.500.000 forint plusz áfa, azaz 1.950.000 forint értékben. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az egyes pontban foglalt feladatok ellátására
A fedezetet az önkormányzat 2022-es évi költségvetéséről szóló 4/2022-es önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős polgármester, határidő 2022. június 30. Indítható a szavazás. Három igen, egy tartózkodással. Hát az egyszerű többség, akkor megvan. Jó. Akkor a határozati javaslat elfogadásra került. Qualident Budapest fogorvosi BT tulajdonában orvosi berendezések és eszközök megvásárlása. A PTB szintén tárgyalta, és négy tagja, akkor éppen négyen voltak, amikor ezt az előterjesztést tárgyalták. A részbeni megvásárlását javasolta azoknak az eszközöknek, amit dr. Szirmai János, a Qualident Budapest fogorvosi BT képviseletében felajánlott, vagy megvételre javasolt az önkormányzatnak megvásárlásra. Arról van szó, hogy vannak olyan berendezések, fogászati röntgen, intraorális röntgen, stb., ami a későbbiek folyamán megkönnyíteni az itteni rendelés, fogászati rendelés működését, leegyszerűsíteni, és a pacienseknek nem kellene külön más településre elmenni, például panoráma röntgent készítetni, de azért fölmerült számtalan kérdés a bizottságban. Én azt javaslom, hogy fölolvasva a határozati javaslatot, illetve a forgatókönyvbe kérem olvassátok el, hogy egy keretösszeget javasolnék elfogadásra, és csak abban az esetben vásárolná meg az önkormányzat az említett eszközöket, hogyha egy szakember megvizsgálja és megállapítja azok működőképességét, illetve a korszerűségére is tesz némi véleményezést. Tehát egy nagyon-nagyon öreg, nagyon lehasznált, már forgalomban nem levő, éppen csak működő gépet nem szerencsés megvásárolni. Tehát mindenképpen egy szakember vizsgálata szükséges ahhoz, hogy mielőtt az önkormányzat megvásárolja a gépeket. Az előterjesztés nagyjából tartalmazza, illetve minden tartalmaz, forgatókönyv is ismerteti, hogy milyen értékcsökkenés került kiszámításra, és mit ajánl föl a dr. Szirmai János a Qualident Budapest fogorvosi BT képviseletében megvásárlásra. És akkor a határozati javaslat pedig így szólna: a Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Qualident Budapest fogorvosi BT-től megvásárolja a határozat mellékletét képező berendezéseket és eszközöket, közül azokat, egy keretösszeget biztosít, amely nem, akkor megvásárolja a határozat mellékletét képező berendezésekből és eszközökből azokat az eszközöket, melyek amennyiben a szakember megvizsgálja és megállapítja az eszközök működő képességét, és ezek mindenképpen a fogorvosi eszközökre vonatkoznak. Tehát nyomtató szkenner nincs benne. És erre egy 400 ezer forintos keretösszeget biztosít a képviselőtestület,
és Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete az egyes pontban foglalt vételárat az önkormányzat 2022-es évi költségvetéséről szóló 4/2022-es önkormányzati rendelete általános tartalék keretéből biztosítja. Felelős polgármester, határidő 2022. június 30. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Herceghalom község fogorvosi alapellátási körzetében fogorvosi feladatok ellátása pályázat kiírása, ez a 11-es napi rendi pont. Ezt a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta meg a napi rendi pontot, megvitatta és 5 igen szavazattal a következő határozati javaslat elfogadására tett javaslatot. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a herceghalomi fogorvosi praxis működtetésére az alábbi pályázatot írja ki. Herceghalom község önkormányzata a pályázatot hirdet 2827 fős vegyes fogorvosi praxis feladatellátási szerződés útján történő működtetésére. A praxis NEAK finanszírozással működtethető. A teljesen felszerelt település központban lévő felújított rendelő a NEAK által finanszírozott rendelés idejére díjmentesen használható. Egyéb támogatási lehetőségek magánpraxis folytatása egyedi tárgyalás alapján lehetséges. Bővebb információ a polgármestertől a 23-535-60-as telefonszámon, valamint a polgármester@herceghalom.hu és a polkhiv@herceghalom.hu elérhetőségen kérhető, és a beadási határidőt illetve a bizottság augusztus 23-ában határozta meg. Herceghalom község önkormányzatának képviselő, illetve javasolta. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete a praxis hirdetésének költségeire az önkormányzat 2022-es évi költségvetésének dologi kiadásai terhére 100 000 forint keretösszeget biztosít. Felelős a polgármester, határidő folyamatos, indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Jó, egy 2 perc szünetet rendelünk el. Szünet után a 12-es napi rendi pont következik. Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület sportpálya nézőterének MLS előírásainak megfelelő átalakítása. Átadom a szót Somogyi Kálmán képviselőnek, ővi az előterjesztés. Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztés arról szólt, hogy a tavalyi évi költségvetés tervezéshez kértünk be árajánlatokat a sportpálya lelátójának átépítésére. Az átépítésre azért kellett, hogy sor kerüljön, mert a jelenlegi szabályozás szerint a meglévő lelátóra nézőközönséget nem lehet beengedni biztonsági korlát hiányában. A megérkezett ajánlatok 7,5, 8,5 és 9,2 millió forintról szóltak. Ezt mindannyian elég magasnak gondoltuk. Többszöri egyeztetés után az MLS ellenőri bizottságával sikerült egy sokkal kedvezőbb megoldást kidolgozni, és erről szól ez a mostani előterjesztés. Ez alapján egy 880 000 forint bruttó értékű kivitelezéssel elérjük azt a célt, hogy újra nézők ülhessenek a mérkőzések alatt a lelátónkra. Köszönöm szépen, hozzászólás nincs, akkor a... Valami miatt nem. Róka Péternek megadom a szót, képviselő úrnak. Tessék. Az Egyesület elnöke, hogy ezzel a az átalakítással viszont el fogja fogadni már az MLS? Hogy ezt sikerült megkérdezni esetleg? Köszönöm. A szóbeli megerősítést azóta már megkaptuk, és ígéretet kaptunk, hogy a héten az írásban is megérkezik a
jóváhagyás. Olvasom a határozati javaslatot. Herceg-Alom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Füves sportpálya nézőtere elé a korlát kialakításával Zágonyi István kisadózót bízza meg bruttó 880 ezer forint vállalási díjért, mely összeget az önkormányzat 2022-es évi költségvetéséről szóló 4/2022 önkormányzati rendelet 10-es melléklet sportpálya lelátó átépítése sor terhére biztosítja. Igazából nekem itt szintén az volt a problémám, hogy a beruházási költségek, mert az nem az a sor, beruházási költségek terhére biztosítja. Még egy fél pillanatot szeretném kérni. Felhalmozási kiadások terhére biztosítja. Jó? Ugye akkor ennyit szeretnék csak. Tehát nem a tízes melléklet, vagy tízes melléklet felhalmozási kiadások terhére biztosítja. Herceg-Alom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az egyes pont szerinti szerződés aláírására. Felelős polgármester határidő 22. június 30. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Herceg-Alom Szabadidő és Sport Egyesület egyesülete busz vásárlásának támogatása. Tulajdonképpen ezt is ugye a pénzügyi és településfejlesztési bizottság támogatta. Itt gyakorlatilag a füvespálya éves bérleti díját forgatnánk vissza, úgyhogy támogatnánk ebben az egyesületet, és azt a szintén az előbb említett felhalmozási kiadásokban a lelátó átépítésre nem kerül sor. Úgyhogy abból az összegből támogatnánk a sportegyesületet, abban azon céljában, hogy a buszt meg tudja vásárolni. Ez egy része, ez a 4,5 millió forint, amit a támogatási összeget kért, ez egy kevesebb, mint a fele annak az összegnek, amit ő erre a buszvásárlásra szán, illetve buszvásárlásra fordít, tekintettel arra, hogy egy TAO pályázati pénzekből kívánja megvenni a buszt. Kérdezem a Somogyi Kálmán képviselő úrat, az előterjesztés íróját, hogy szeretne még valamit kiegészíteni. Ezt a napi rendi pontot szeretnék kiegészíteni-e? Köszönöm, nem. Ja, akkor jó, hogy ennyit hoz. Rendben, akkor a határozati javaslatot olvasom. Herceg-Alom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceg-Alom Szabadidő és Sportegyesület részére Herceg-Alom utánpótlás nevelésének megfelelő biztosítása érdekében 4 millió 500 ezer forint támogatási összeget az önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 4/2022-es önkormányzati rendelet tének a felhalmozási kiadások terhére biztosítja, illetve a füvespálya éves bérleti díjából befolyt összegből biztosítja a 4,5 millió forintot. Herceg-Alom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert az egyes pont szerinti támogatási szerződés aláírására. Felelős a polgármester, határidő 2022. június 8. Indítható a szavazás. Így igennel a határozati javaslat elfogadásra került. A 14-es napirendi pont
szociális tűzifa pályázat benyújtásáról döntés, mint ahogy korábban, a korábbi években is. A belügyminisztérium pályázatot hirdet az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települések, települési önkormányzatainak részére szociális célú tűzifa vásárláshoz. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta egyhangulag az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselőtestület elé. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2022-es évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be kemény lombos tűzifa igénylésére. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete a szükséges önrészt 1000 forint per köbméter plusz áfa összegben, valamint a szállítás költségeit a 2022-es évi települési támogatás kerete terhére biztosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felkéri a polgármesteri hivatalt a jogosultság feltételeit szabályozó rendelettervezet előkészítésére. Határidő ez év augusztus 31, felelős a polgármester és dr. Szelenci Gabriella jegyző. Indítható a szavazás, egyszerű többség. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásról szóló tájékoztatás. Ez a 15-ös napi rendi pont, ez egy, látom, hogy ez egy tájékoztatás, tehát napirend, ez e napirend határozat hozatalt nem igényel. A tájékoztatást most megadom. Herceghalom község önkormányzata a felső oktatásban nappali tagozaton tanuló herceghalomi állandó lakcímmel rendelkező fiatalok számára a korábbi éveknek megfelelően pályázatot hirdet, és a pályázati cél itt hangsúlyozottan az is, hogy a fiatalok bevonása a község életének színesítésébe és a tudásuk hasznosítása. A pályázati felhívás megjelenése ez június 30-áig meg fog történni. A pályázatot viszont a beadási határidőt szeptember 15-éig határoztuk meg. Szeretném megkérdezni a Humán Bizottság elnök asszonyát, hogy kívánja a döntést nem igénylő előterjesztést valamiben kiegészíteni. Köszönöm, nem minden elhangzott. Én is köszönöm. Akkor megtörtént a pályázati kiírás ismertetése, és gyakorlatilag a Humán és Környezetvédelmi Bizottság is az abban foglaltakat, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette. A következő napirendi pont a 16-os döntés a Herceghalom 321/393 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítéséről. A 321/393-as helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban levő ingatlan az Ördöglovas lejtőről nyílik, és 2022. május 20-án egy darab pályázat érkezett e helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra. A bizottság a pályázatot 2022. június 1-e napján felbontotta, megállapította, hogy a pályázat a kiírásnak megfelel, és a pályázatot elfogadta a bizottság. Az ajánlatban szereplő vételár 27 millió 100 ezer forint. Az értékbecslés, amit az önkormányzat kért be, szintén 27 millió 100 ezer forintban határozta meg e terület ingatlan értékét.
A pályázó május 19-én 400 000 forint ajánlati biztosítékot átutalt az önkormányzat számlájára. A PTB tagjai is tárgyalták napirendi pontot, és a jelenlevő 5 tag egyhangulag a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselőtestület elé. Ez a minősített többséget igénylő döntés következik. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceghalom község önkormányzata tulajdonában álló Herceghalom 321/393 helyrajzi számú 1257 négyzetméter nagyságú természetben a 2053 Herceghalom Boróka utcai ingatlant 27.100.000 forintért, azaz 27.100.000 forintért Maksáné, Szabó Krisztina, Maksa Alexandra Diana és Sélei Bálint részére értékesíti. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás során az önkormányzatot teljes körűen képviselje és az adásvételi szerződést aláírja. Felelős a polgármester és dr. Szerenci Gabriella jegyző, határidő július 15-e, indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra kerül. Igen, és a napirendi pontnak van egy B határozati javaslata is. Tekintettel arra, hogy azért tudjuk, hogy állandóan kúsznak fel az árak, az ingatlan árak, ezért szeretnénk bekérni új értékbecslést, és azt majd a beérkezést követően a képviselő testület meg is fogja tárgyalni tehát. A határozati javaslat így szól, Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 118/2021-es számú határozatát visszavonja, és felkéri a jegyzőt új értékbecslés bekérésére azzal, hogy azt beérkezését követően terjessze a képviselőtestület elé. Felelős dr. Szelenci Gabriella jegyző, határidő az értékbecslés beérkezését követő munkaterv szerinti képviselőtestületi ülés, indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Következő napi rendi pont a 17-es belső ellenőrzési terv módosítása. Átadom a jegyzőasszonynak a szót. Köszönöm szépen. Minden önkormányzatnak belső ellenőrzési tervet kell elfogadnia minden évben. Ezt megtettük mi is, azonban felvetődött az igény arra, hogy ez a belső ellenőrzési terv módosításra, illetve kiegészítésre kerüljön. Gazdasági körülmények, illetve előre nem tervezhető feladatok tették ezt indokolttá, és ezért készült el ez a módosító javaslat, amely azt tartalmazza, hogy a belső ellenőrzési terv egészüljön ki a herceghalmi csicsergő óvoda pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése tárgykörrel. Természetesen ezt követni, csak majd a következő évben a többi intézménynél is ugyanilyen vizsgálat elvégzése. A belső ellenőr, ahogy leírta, ezt plusz költségért tudja csak vállalni, és ez bruttó 120 ezer forint lenne, ezért ezt a fedezetet is biztosítania kell a képviselőtestületnek, hogyha egyetért a határozati javaslattal. Köszönöm szépen. A határozati javaslatot ismertetem. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2022 évi éves belső ellenőrzési tervet a melléklettel megegyezően módosítja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felkéri Mester Csaba belső ellenőrt, hogy a 2022 év harmadik negyedévében soron kívül végezze el a herceghalmi csicsergő óvoda pénzügyi elszámolásainak ellenőrzését. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete a kettes pontban foglaltak végrehajtására bruttó
120 ezer forintot biztosít az önkormányzat 2022-es évi költségvetéséről szóló 4/2022-es önkormányzati rendelet dologi kiadások terhére. Felelős, Mester Csaba belső ellenőr, határidő 2022. szeptember 30. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. 18-as napirendi pont, döntés önkormányzati főépítész megbízásáról. Az előterjesztés a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és egyhangulag a következő határozati javaslatot fogadta el. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy Ertl Antal önkormányzati főépítészi megbízatását 2022. július 10. napjával megszünteti, fölmondja. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával és a herceghalomi építészeti műszaki tervtanács elnöki posztjának ellátásával Ónodi Szabó Lajos egyéni vállalkozó építész bízza meg. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete 200 ezer forint főépítészi megbízási díjat az önkormányzati 2022-es évi költségvetésről szóló rendeletének dologi kiadásának terhére biztosítja per hó. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a megbízási szerződés aláírására. Herceghalom község önkormányzatának képviselő testülete felkéri a jegyzőt, hogy Herceghalom község önkormányzata képviselő testületének a herceghalomi építészeti műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 4/2020 önkormányzati rendeletét aktualizálja. Felelős 1-től 4-es pontokra a polgármester, és az utolsó 5-ös pontra pedig a jegyző, határidő 22. március 30. Az 5-ös pont a követő munkaterv szerinti képviselőtestületi ülés a határidő. Tehát ez egy szeptemberi lesz, a szeptemberben fogunk dönteni a főépítész kinevezéséről, nem. A tervtanács létrehozásáról szóló rendelet módosításáról, aktualizálásáról. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. Döntés a Herceghalom gyermekeért közhasznú alapítvány támogatási kérelme tárgyában. Herceghalom gyermekeért alapítvány 30 éves lett, és támogatást kért a jubileumi 30. évforduló méltó megünneplésére. Ezt a kérést a PTB tárgyalta és támogatta 500 ezer forinttal az évforduló méltó megünneplését és a rendezvény költségeit 500 ezer forinttal kívánja támogatni. És akkor most tegyem hozzá, hogy ahhoz, hogy méltó módon ünnepelhessünk együtt az alapítvánnyal, tekintettel arra, hogy gyakorlatilag ez az önkormányzat azért bábáskodása alatt jött létre, azért én egy másik határozati javaslat megfogalmazására is teszek javaslatot, hogy 500 ezer forinttal támogassa magát az alapítvány működését, és ezt a 30 éves évforduló tiszteletére rendezett programon, jótékonysági bálon adjuk át az alapítványnak. Tehát akkor először a határozati javaslatot olvasom föl, amit a PTB már megtárgyalt, és jelenlevő 5 tagja
egyhangulag támogatta. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceghalom gyermekeért közhasznú alapítvány 2022. június 11-én tartandó jubileumi fennállásának 30. évfordulóját ünneplő jótékonysági rendezvényeinek költségét 500 000 forinttal támogatja. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete az összeg kifizetését a 2022-es évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja, felelős a polgármester. Határidő 2022. június 11. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került, és felkérem a jegyzőasszonyt, hogy a következő határozati javaslatot ismertesse. A következő határozati javaslat így szólna. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Herceghalom gyermekeiért közhasznú alapítvány 30. fennállásának 30. évfordulója alkalmából az önkormányzat elismeréseként 500 000 forinttal támogatja az alapítvány működését. Kettes pont, a képviselőtestület felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Hármas pont, a képviselőtestület a támogatás összegét a 2022 évi költségvetésének általános tartalék keretet terhére biztosítja. Ugyanúgy felelős Csizmadia Zsuzsanna polgármester, és határidő 2022. június 11. Indítható a szavazás. Négy igennel a határozati javaslat elfogadásra került. A 20-as napirendi pont következik. Herceghalom Csicsergő óvoda 22-23-as nevelési év előkészítő feladatai. Itt a képviselőtestület már ezt a napirendet, illetve a határozati javaslatot megvitatta a rendkívüli ülésén, és az intézmény vezető urat arra kérte, hogy az óvoda fésülje össze az ő általa tervezett, illetve a pályázat keretében megvalósítandó fejlesztéseket, és ez megtörtént, és a tájékoztatást követően az intézmény úr a módosított tájékoztatást benyújtotta, ezt a képviselők, illetve a bizottságok tagjai megismerték. Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot fogadják el. Hozzászólás nem lévén olvasom a határozati javaslatot. Herceghalom község önkormányzatának képviselőtestülete. A herceghalomi Csicsergő óvoda 2022-23-as nevelési év előkészítő feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős a polgármester, valamint az óvoda vezető Vargatott Csaba, határidő azonnal. Indítható a szavazás. Az előkészítő feladatairól szóló tájékoztatást az óvoda esetében tudomásul vettük, a határozati javaslat elfogadásra került. Az egyebek napi rendi pontban jegyzőasszony kíván valamit ismertetni. Jó, amiket nem állt, az előbb most 17 tudószőrű. Szerintem ezt megbeszéljük akkor később kötetlenebb formában. A testületi ülést 16 óra 49 perckor bezárom, a nyilvánosat, és a zárt ülés fog következni.